beállási tapsot, ilyen csak a beállás volt. Hegedűt nem hallják hátul, úgyhogy... Meghalad az ember.
Köszönjük szépen! De még lesz bőven belőle, Ápikám. További jó szórakozást kívánunk! Fogadják szeretettel Fejes István! Mindent elmondtál. Helyettem István a színpadon, hallgatóval meg frát csárdásokkal még Árpi majd délbe jön tovább. Gyere István! Színpadon zenekar helyet cserél, mikrofon cserevere, úgyhogy friss csárdások Fejes István előadásában.
csak rózsám hallott, és az a régi nótán hallott. Csejhajdi hajlámot, de csuda csárdás mennye, én kívánok, hopp, hát rózsám járjon, fedüljön táncra táncos lábot. Köszönöm. Köszönöm a zenekarnak. És most jön egy meglepetés, egy ifjú hölgy. Méghozzá Danyi Margaréta Leila. Gyere drágám, ide kísérlek. Nagypapa már ott van a brácsánál. Első föllépés, egy tapsot kérlek Leilának. Odaadom neki a mikrofont, ekkora zenekarral előtte játszani, egyeztessetek, és... Oh, yeah.
Anyi, Margaréta, Leila, gyönyörű tartás, gyönyörű mikrofon, mosolygás, hang. A jövő tehetsége, az utolsó nagy tapsot kérem Leilának. Így igaz. Gyere, lekísérlek, és egy fickóval zárjuk, nem is akármilyennel ezt a mai dél előttöt. János Hidáról fogadjátok nagy szeretettel Struhala Józsefet. Napot kívánok mindenkinek. No fenn a jó Isten. Vigyázz, mert
a nyakán túl, csiklandós az asszony. Ó, intézz hát a dolgot, hogy meg lehet az asszony. A szájszra repülhet ide a szobámba, lesz, csak azért is lesz, hegyen hölgy jászva dájon ünnep lesz, de lesz, csak azért is lesz, na én lesz itt a sok pozsony epelje. Nagy és boldog lesz, csak azért is lesz, hogy Kolozsvár is újra magyar város lesz, csak azért is lesz, hogy Szabadka is újra magyar szívem lesz. Akárhogy is berzenkednek, a csarkodnak, hetrenkednek, erről majd a magyar virtus lesz. Lesz, csak azért is lesz, Magyarország újra nagy és boldog. Hagyszó Kisti! Köszönöm szépen. Ezzel a fantasztikus számmal lesz-lesz-lesszel zártuk ezt a mai első felvonást, de következik a második rész. Itt a színpadon lesz egy nagy cserevere. Egyik zenekar a lesz-lesz-lesz, másik meg fel-fel-fel lesz. Köszönjük szépen! Szenzációs volt a beállás, ti halljátok magatokat. Aha, egy-két instrukció, szerintem a mikrofonok jók, gyorsuljatok, behallottam egy ilyen instrukciót, az nem nekem szólt, mert én már gyorsulok, bent nagyon jó ez a benti, tökéletes,
Nos, hölgyeim és uraim, elérkezett a második felvonás. Ismét bekezd Tóth Mácsai Árpád egy jó kis dallal.
És pont délben jön egy fiatal csinos hölgy, hogy ne unjuk meg a fickókat, Árpi bátyánk még visszajön. Köszönjük szépen! Mert van egy jó kis fölhozatal itt mögöttem, csak úgy fogalmazom. Addig egy új dal, ugye az a jó, hogyha kis itt változatos a műsor. Úgyhogy Vince Zsuzsit kérjük a színpadra már, és harangszóra pöttönjünk-pattanjunk a színpadra. A főzőcsapatoknak mondom, hogy vigyék a gesztenyefa alá az ételeket. Most én is megnézem innen, még Zsuzsit majd hallgatom lent a színpad elől. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, gyönyörű népviseletben, új dalokkal, régen volt itt Jászladányon, fogadják szeretettel Vince Zsuzsikát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A Szolnok TV adott nagy ajándékot, díjat nem adott, de adott olyan ajándékot, hogy itt lehetek minden évben Jászladányon. Köszönöm ezt Ótmácsai Árpádnak, és egy olyan kis csapat alakult itt ki az akkori versenyzők között, hogy tényleg példaértékű és összetartó, és mindig találkozunk, amikor csak tudunk. Úgyhogy nagy boldogsággal jöttem ide, fogadják szeretettel ezt a kis éneklést.
Köszönjük Vince Zsuzsikának, én lóhalálában jöttem, mert két kakas pörkölt és egy brassói között kóstoltam valamit. Most fiatal ember jön ismét, ő az imént már volt. Új dalokkal jön a János Hidai aranytorkú fiatal ember, Struhala József, és utána még sok-sok énekes folyamatosan váltja magát a színpadon.
Sárga a csikóm, sárga a nyelvem. Most akartam hozzád menni rajta. Most akartam véled beszélgetni. Itt van az idő, el kell hasni. Van az idő, nem hasonló. De anyám, anyám, kedves édesem, de szomorú vasárnap délután házunk előtt szépen mozsikálnak, engemet pedig visznek kakor. Katonának édesanyám, jaj, de nagyon messze. Itt kell hagyni a babámat, azt sem tudom, hogy kérem. Arra kérem, édesanyám, vigyázzon a göndörajú babámra. Járjanak el a templomba imádkozni minden áldott vasárnapra. De arra kérem, édesanyám, vigyázzon a göndörajú babámra. Járjanak el a templomba imádkozni minden áldott vasárnapra. Százados úr levelem jött, hogy a babám nagyon beteg utána. Kaphat még egy szabadságot, hogy még egyszer meglássam. Ha jól tudom, ha engem meglát, egyszeriben kigyógyul a bajából. Az ellenség meg se tudja, hogy egy baba hiányzik a csatában. Jól tudom, ha engem meglát, egyszeriben kigyógyul a bajából. Az ellenség meg se tudja, hogy egy baka hiányzik a csatában. De százados úr sejhajt, százados úr a felülallottában. Visszatekint sejhaj, visszatekint az elfáradt bakában. Ugye, fiú, szép élet a katonaiben, csak az a baj, sejhaj, csak az a baj, hogy nehéz a viselje. De ugye, fiú, szép élet a katonaiben, csak az a baj, sejhaj, csak az a baj, hogy nehéz a viselje. Diófából, sejhaj, diófából nem csinálnak kokót. A vakának sejhaj, a vakának nem írnak búcsúztat. De ágyó golyó lesz annak a búcsúztatóknak. A szűke kislány sejhaj, barna kislány lesz a kisihatónak. De ágyó golyó lesz annak a búcsúztatóknak. A szűke kislány sejhaj, barna kislány lesz a kisihatónak. De ez a vonat most van indul. A lejjel föl van világodnak, a belseje sárgára, a leszerelő lengvakák számára. Sárgára, a leszerelő öreg bakát számára.
szája. Isten értesse a zenekart, köszönöm szépen! Köszönöm, további szép napot mindenkinek! Köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek, akkor bemutatnám magamat, Murva Julianna vagyok. Fogadják szeretettel az én kis nótacsokról. Várjatok még őszint rózsát, ne mondjatok búcsút a szépvány. Álmodozó álmos
valós, hisz nem kell másik, a végén jön. Ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz,
tüzet csatóta járjuk, rózsán csuda módra. De sajnálom, kopálták, akárhogy is csodálják, ez majd másik tényleg a dolga. Nincs jobb csárnás, mint a rokokos, hogy járjuk ezt a kokokos. Mert a többünk a bodóba, a tüzet csatóta járjuk, rózsán csuda módra. Várok, értem jól. Holnap
szépen. És akkor egy C-mollt szeretnék kérni. Mit tudjátok ti fel, hogy ide kérni fel? Én voltam egyszer én is büszke bárki rám. Nótámot én százszor elhúzattam, százszor annyi bankót adtam, a lánya ne járjon utána, mert
szó a kőkörőre. De szóltam az anyjának, hogy várjon le belőle, mert azt mondta a kedves édesanyja, mert akinek a szíve
Bementem a patikába. Bementem a patikába, szóba teske zárás után kitoltam. Megkértem a patikára, s vesse ki a két orcába pirosra. Olyan jó koncot kence vicét keverjen, hogy aki rám néz, lélegzen is se merjen. Minden legyénk egyenes, a harmadnapos forró videk kiverjen. Olyan jó koncot kence vicét keverjen, hogy aki rám néz, lélegzen is se merjen. Minden legyénk egyenes, a harmadnapos forró videk kiverjen. Bementem a patikába, azonnal van másnap reggel vasárnap. Megmondtam a patikusnak, tartsa meg a kence picit magának, mert valami nagy hiba van a receptben. Alig, ha nem visszafelé keverte, mert minden legény egyenes, a harmadnapos forró hideg kiverte. De valami nagy hiba van a receptben. Thank you.
nem tudja, miről folyik a pletyka, a pletyka. Nem kérem én, a jó Isten, csak arra, hogy ragassza el valamennyit a padra, a kis padra. Nem kérem én, a jó Isten, csak arra, hogy ragassza el a padra, a kis padra. Nem kérem én, a jó Isten, csak arra, hogy ragassza le valamennyit a padra, a kis padra. Nem kérem én, a jó Isten, csak arra, nagyon szépen köszönöm, és gratulálok a zenekarnak. Köszönöm szépen. Kispadra én is leragasztanám Bárkányi Adrient, majd műsoron túl. De van még egy fütyművészünk. Dankó rádióban volt tegnap, és azt mondta, hogy nem megy el Jászladányon anélkül, hogy ne fütyülne önöknek. Úgy hívja magát, hogy fütyművész Varga Antal, és hogy mit fütyög nekünk a következő jó magyar táncok lesznek. Nagyon érdekes. Haki Tamást hallottam 40 évvel ezelőtt fütyművészként. Varga Antal, halljuk! Köszönöm szépen! Köszöntök mindenkit! Kedvük a csokolom, hogy ilyen janokkán korai Jó! Mehet! Élvezzük tovább a zenét, és utána ünnepi köszöntő egy órakor.